Péter Simonnal beszélgetünk itt a könyvhéten a Vörösmarty téren. Ez az első kötete. Azt hiszem, egy író életében az, amikor az első kötet megszületik, az egy nagy dolog, és nagyon sok mindenen keresztül ment, amíg idáig eljutott. Hogyan érzi magát? Hát először is nagyon nehéz erről beszélni, de most végre boldog vagyok. Hát életem talán legszebb napja, ez mondhatom, mert ez életem első könyve. Nagyon sok év munkája ez a 7 novella, amit a kötet tartalmaz. Hogyha ilyen hosszan születtek, akkor az ön egész élete benne lehet ebben. Miről szólnak? Hát mint hogy én is egy kicsit hát egér vagyok én is, de nem a szónak abban az értelmében, amiben egy gyerek vagy egy állatbarát közelít ez az állathoz, hanem ez egyszer csak egy nagyon különös éjszakai élmény, egy álomból való riadás, ahogy az ember hirtelen tényleg egérként ébred, vagy egy kicsit úgy éreztem, mint hogyha ahogy a párnába belefúrtam a fejemet, hogy ezzel a tudattal ébredtem föl. És ez különös módon egybeesett egy 10 évvel ezelőtti írásom születéséhez, és az írás valahogy rokonná vált ezzel az érzéssel, és ezt az olvasó egyáltalán nem fogja tudni megérteni, és nem is kell, hogy tudja ezt. A novellák mindig egy picit emlékeztetnek erre a pillanatra, ahogy én akkor fölébredtem arra az éjszakán, azon az éjszakán, amire ébredtem, és ahogy én ezt éreztem, anélkül, hogy az egér, akár ez a szó nincs is, hogyha nem szerepel ez a szó, hogy egér az írásaimban, a címben szerepel. Yeah.
Megyünk kirándulni. Ne aludj. Adja, Béka. Ne aludj. Induljunk el még mielőtt kitör a kánikula. Jézus Mária. Hallod, ne legyél ilyen ruska. Miért vagy ilyen magadra? Na. Ne aludj. Nézd ki, milyen jó idő van. Jaj. Hallod? Jó reggel. Jaj. József Attila. Micsoda? Mit szólt a virágcserép mögött? Biztos kihagytad a konyhába. Nem, ott már néztem. Aj, muszáj ezt képzeld most. El, muszáj. Vizuálisan fel kell idéznem magamban. Koncentrálok, központosítok, előhívom a tudatalattiból a képet. Alulról, igen, koncentrálok. Szinte biztos, igen, fektetve van. Ez most már biztos ott fekszik. Én baromira állt, vizuálisan, legalábbis ebből a szögből. Ez nem az. A lila, a kemény felelő. Nincs is lila, József. Hogy ne lenne? Mikor ide tettem, tisztán emlékszem, itt volt a cserépnék. Totálisan kívult, nem tudom. Akkor valaki ellopta. Belopózott és lecsapott rá. Sajnálom, én alig nem tudok elmenni. Szerintem ki fogunk bírni egy hétvégét József Attila nélkül? Tessék, itt van, becsúszott a mosógép mögé. Tiszta szerencse, hogy megnéztem. Gratulálok. És mi van, azt a virágot is visszük? Na, miért kell ennyire rohanni? Nem látom a tájat. De csodálatos ez a hely, nézd meg! De gyönyörű! Olyan furcsák a fények, ez biztos valami tájvédelmi körzet. Nézd, egy kínai! Persze, kínai! Ott volt egy kínai. Látsz mindenféléket. Micsoda? Ott biciklizett egy kínai. Dehogy is már. Most miért nem hiszed el? Mi van? Dehogy is. Hát ennek elment az esze. Igenis kínai. De jó, itt kínaiak is vannak. Imádok itt lenni. Várjál, lassíts egy kicsit, hát így nem látunk semmit. Úristen, egészen különleges a fekvése szerintem. Úristen, bele lehet harapni a levegőbe. Azt hiszem, hogy ezek a dombok valahogy így eloszlatják a felhőket, és attól ilyen elképesztő színű az ég. Tudod, hogy milyen jót fog tenni neked ez a friss levegő? Hogy végre oxigént tud szívni a tüdődbe? Fogunk sétálni, kirándulni, fürödni fogunk a tóba, jó? Nem ezt hívják pagonynak? Nézz oda le, az! Az nem pagony, nem ezt hívják pagonynak? Annyira élvezem, hogy az ember így beszáll az autóba, és akkor így egy perc alatt ott van a természetbe. Nézd oda! Nézd meg az eget! Hát, láttál te már ilyen kék eget? Tiszta Belgium! Jaj, de szép! Kék az ég, és zöld a fű, egyszerű az élet, s az egyszerűen nem lehet, hogy elveszítselek. Na, puszi. Na, adjál békén. Azt se tudom, hol vagyunk. Hol egy térkép? Jaj. Nem kéne itt már lenni egy útnak? Honnan tudjam? Most vagyok itt először, hála a Jóistennek. Olyan jól érzem magam. Várjál! Várj, megtaláltam a tavat, nézd ide! Várjál, most nézd meg, itt! Nézd ide! Itt kéne lenni mindenképpen egy útnak. Mindjárt ott vagyunk. Itt viszont határozottan nincsen semmi. Ez a gyilkosság történt, higgy el! Segítek,
Egész biztos, hogy gyilkosság. Tuti, érzem. Kis Sámli. Úgyhogy... Szerintem... Jövök, baromi nagy... Hűhó. Itt sincs. Látja, nincs sehol. Akkor most mi legyen? Hívjuk Uri Gellert? Ez itt a sapkája. Gratulálok. 3 pont. Talán lenyelte a tó. Elnyelte. Micsoda? Vacsora. Már 3-szor megmelegítettem a vacsorát! Akkor megmelegített 4-szer, és 5-szer, és megmelegített 6-szor is! Velőlem addig melegítheted, amíg fel nem roppant! Nem látod, hogy dolgozom? Rajta vagyok egy ügyön! Persze! Mint a múltkor is, amikor rájöttél, hogy itt a világ vége, mert túlságosan kitágult a világegyetem! De ez nem értesz! Hülye liba, a világegyetem tágul, ez tény. A kínai meg itt van valahol kinyúlva alattunk, ez is tény. Sose tudhatjuk, mi folyik a víz alatt. Olyan az, mint valami távoli galaxis. Mintha a világ űrbe lenne. Ez a tó csak úgy nyeli a kínaiakat, mi? Ja. Hát ez nem lehet igaz. Kíváncsi vagyok, mi jöhet még. Remélem, van erre felé egy vulkán, amelyik hamarosan kitör. Mi van, mi pánikolsz? Mi? Felesleges így öröngeni, hát ez nem a világ vége. Megcsúsztunk egy kicsit kéz, úgy csinálsz, mint hogy átestünk volna a másik dimenzióba. Megnyugtatlak, ez itt még Magyarország. Azt látom. Na gyere, próbáljuk meg kitolni. Innen, hova? Ez reménytelen. Jó, akkor keresek egy telefont. Azt erre felé még nem találták föl. Már nem lehetünk messze. Nézd, itt a tó. Hol látsz te itt tavat? Hm? Itt. Na, sétálj be és hív segítséget. Milyen segítséget? Szerelőt. Aha. Na, mit topogszol? Na, hát csak úgy vágjak bele a reketyésbe. Mit, valami partizán? Azt se tudom, hol vagyok. Ki tudja, mi bukkan fel egy ilyen bozótosból? Nem bukkan fel Gernyőt. Semmi. Ripsz-ropsz, megjárod és kész. Jó van. Megvárlak itt a kocsinál. Jó, edjenek meg a kullancsok. Nem lesz semmi baj. Alig akad, aki kercaszomortól Csengersimáig bejárhatta volna. A szülőföld az valami más. Egy sziklán napozó gyík, egy szélben guruló ördögszekér, az alkonyi nap a Somlóhegy fölött. Ezt a teljességet kíséri Magyarország vidékein barangolva a Dezsőfi Rádió minden negyedik szombaton jelentkező új sorozata. Szülőföldem nem kaszárnya. Barangoljunk együtt! Thank you.
ház csetör, de durva napsütés. Durva, durva télés, és durva szél. Durva, durva nő, egy durva férfi lő. A játszó tűr. Durva, durva körrepül. Mit adhatok? Az a helyzet, hogy lerobbantam itt a kocsimban. Valahol itt a közelben. Azt se tudom, hol vagyok. Nem tudna valakit, aki tudna segíteni? Mi a foglalkozása? Az enyém? Író vagyok. Most jelent meg a kötetem. A címe az, hogy az egér először alszik el. Á. Nem hallott róla? Nem. Hé! Ennek az írónak kipurcad a kocsi a vadonban. Meg kéne buherálni. Szóval maga egy híres író? Tud segíteni? Én utálom Jókait. Tényleg? Aha, biztos a vihar miatt ideges. Nem vagyok ideges, és nincs is vihar. Majd lesz. Már elindult a front. Na nézzük meg! Ez normális, hogy ilyen hangot akar. Világos, miért talán zavarja? Nem, de hogy. Ja, azt hittem. Szar az élet, mi? Akkora élet! Vigyázzon, benne vagyunk a huppanósba! Hoppá! Vigyázzon, vigyázzon! Jaj. Helyen megyünk. Erre kell menni? Erre kell, csak erre kicsit rövidebb. Imádom ezt az utat! És várja. Nem is mondta, hogy nő is van a kocsival. A feleségem. Csúcs, szuper, maga gyógyszerész. Nem. És aki? Meg tudja csinálni? Fogja meg a család. Hopsz! Hoppá, hoppá, hoppá! Hát, ez tényleg tönkre ment. Fogd már meg. Ha, és meg tudja csinálni? Nyugi! Ne sürgessen. Utálom, ha hajtanak. Róma se egy nap alatt jött össze. Na, az én szeretném, hogy ez még ma összejönne. Á, látom, nincs nagy baj. Ez fogja? Összezavarodott itt egy kicsit a kábelek. Azaz. Kicsit. Nincs semmi komoly vész. Ezt is fogja? Meg kell csiszolni egy kicsit az akkumulátorsal, és már jöhet a mehet! Hagyja majd! Mi? Nem szokott így füstölni! Ne tessék aggódni! Most szok! Nyugi, nem kell majrézni. Kicsit itt kotorászok, aztán már meg is van. Na, azért kotorászom módszeresen, jó? Na, pöccintse meg! Na kész! Beindult! Hát az oltári! Híresen jó a rúgás technikám. A ritmus az a lény. Hoppá, hoppá, hoppá. Tudja bennem az a jó, hogy tetőtől talpig rá vagyok hangolva a világritmusra. Na és akkor ez most már készen van? Ez kész, totál kész. Mennyivel tartozol? Semmi, semmi, teljesen feldobott. Hát ez őrület, ez hihetetlen. Nem igaz. Maguk ide jöttek a nyaralóba? Igen, a nyaralóba, az itt van a tóparton, ugye? Imádni fognak itt, Frankóra. Jaj, de gyönyörű. Nézd meg, milyen vadregényes. Haj, de imádom az ilyen helyeket. Te jó ég. Gyere! Ezt nem adott komolyan. Ide akarsz beköltözni? Ebbe a villamosba? Miért? Itt fogunk nyaralni? Ezt nem mondott komolyan, ugye? Hogy itt fogunk nyaralni, ebben a villamosban. Menjél! Menjél előre! Próbálja meg bemenni. Atya, úristen! Add ide a kulcsot. Nincs nálam a kulcs. De nálad van, odaadtam. Nem, nálam a slusz kulcs van, a kocsinak a kulcsa. A másik nálad van. Próbáld meg megtalálni. De jobb lenne, ha nem találnád meg. Megvan. Ez egy dzsungel. Itt akarsz nyaralni? Ide ki se lehet feküdni.
Ide akarsz költözni? A csalánosba? Annak is megvan a romantikája. Tudod, hogy milyen jó a csalán a reumának? Ja, szétpattan a fejem. Na, nézd meg inkább a rózsabokrot. Fordulj meg! Gyál, hadd gyál, egyedül is meg tudok fordulni. Az ott mi? Egy hol? Az az a budi. Mi? Az a budi. Budi? Nincs rendes vécé? Nem egy ilyen lehúzósba fogunk? Egyáltalán mennyi ideig? Gyere, sétáljunk egyet. Próbálj meg ellazulni. Tudod, hogy milyen jót tesz a zöld az agynak? Serkenti a gondolkodást. Nem akarok gondolkodni, érted? Nem akarok gondolkodni! Gyere, gyere, nézd meg, milyen gyönyörű! Olyan vadregényes ez az egész. Mindig vágytam az ilyen helyekre. Ja, Istenem! Olyan balladai, nem? Gyere! Ide. Így. Jó, anyádat. Na, én ezt picsába. Hát ilyet. Nem bírom tovább, az biztos. Ennyi erővel egy cipős dobozban is pihenhetnék. Na jó, megyek, keresek egy helyet, ahol legalább levegőt tudok szívni. Levegőt. Itt már szuszogni se lehet. Itt jutott az allergiám. Alig látok. Vakbottyán érezte magát így a mocsárban. Miért az, hogy érezte magát? Valahogy így, az tuti. Nézd oda! Júj! Nézd oda! Mit repkedsz itt az orrom előtt, mint valami pillangó? Nézd oda gyorsan! Milyen madár az ott? Tudod, egy kék hosszú orra van az jégmadár? Az. A boldogság kék madara. Most húzott el innen, jó messzire. De kár, hogy nem hoztunk távcsövet. Hova mész? Hova mész? Durva, durva háztető, de durva napsütés. Te vagy sokunk szándékának rúdja, és nem vagyunk mi vakcsillagászok. Maga is ilyeneket szokott írni? Én a... főleg prózát írok. Ne se kritikál. Akkor is inkább csak haikúkat. Na, tudja, még benne nincsen rím. Hát az ember sincs. Még próbálom megfogni a dolgok lényegét, és egy váratlan képpel... Vagy egy rettentően szuggesszív metaforával kibontani, belesűríteni, megragadni a maguk irracionális valójába. Többnyire pár sorban, ami időnként tényleg nem több, mint néhány szó, belesűríteni az egészet a maga szubstanciális valójába. Hát, az nem lehet könnyű. Hát nem? Hát nem. A költészet szenvedés. Tudod, mit csinált Kölcsey Szatmár Csekén? Nem. Az ott ült egy puszta közepében, totálisan egyedül, teljesen elhagyatva. Le se szarták. És tudod, mit csinált? Nem, mit? Horáciuszt és Ovidiuszt olvasott. Persze, nagyon utálták. Baromira utálták. Meg is dobálták kővel. De azt nem csodálom, bazd meg. Szia, Jucikán! Hello. Hát te,
Éppen megyek, sétálok egy kicsit a környéken. Állati szép hely, ismerted? Nem. Nézd szét, mesés, komolyan. Gondoltam, hogy keresek valami festői ormot vagy sziklát, aztán kiülök egy kicsit csellózni. Ja. Állati gicses lesz. Miért nem üzentél, hogy jössz, akkor mehetünk volna együtt. Ez jó, hogy meghagytam a címet a szerkesztőségben. Ja. Mázli. És te hogy jöttél? Stoppal. Stoppal? Aha. Hú, hát izgi, én sose stoppoltam. Simon nincs itt? Most vágott neki a bozótosnak hóna alatt a József Attilával. Valószínűleg a kocsmába ment. Szerintem keresd meg, boldog lesz, ha lesz kinek panaszkodni. De nem akartam zavarni, csak ne, de erre hogy jött. Nem zavarsz. Szokásos patália. Mire odaér, lehiggad. Szerintem már ott hever valahol az árnyékba kezébe egy pohár sörrel. Ha talál magának hallgatóságot, akkor valószínűleg kellően elérzékenyül és meghatódik önmagától. Ja. Jó napot. Mm. Mit keresel itt? Téged. Valami baj van? Mi baj lenne? Nem tudom. Csak nem tűz ütött ki. Tűz az nincs. Lehet itt kapni gesztenyepürét? Na, az nincs. Igyon inkább vodkát. Nem is tudtam, hogy vettél erre egy nyaralót. Zene van? Valami dögösre gondol? Uh-huh. Megyek, belerúgok. Már fel akartalak hívni, de nem volt időm. Annyi minden volt. Egy lélegzetvételnyi időm sem volt. Aztán nem találtam a telefonszámodat. Elvesztettem. Ja, aztán meglett. Épp amikor éppen mondani akartam, akkor viszont nem volt vonal. Most süket ott minden. Egyszerűen itt nincs vétel. Biztos a hegyek miatt. Nem, ez az egész árnyékban van itt. De tényleg. Ez egy bozi nagy gödör. Gigantikus ódó. Táncolunk? Hát... Táncoltunk. És maga? Tud táncolni? Mi az, hogy? A lampada az erősségem, de jó vagyok bármiben. De durva napsütés. Durva télés. És durva szél. Durva nő. Egy durva férfi nő. Kicsi fél a játszó.
Nem a Bélát keresi. Nem, miért maga, igen? A vacsora miatt tudja. Ja, persze, persze. Kirándulgat. Na, szép ilyenkor az erdő, nem mondom. Nem tudja megmondani, hol találom a szerelőt? Lerobbant a kocsim egyszer, már megcsinálta aztán. Jó. A szerelőt keresi. Az állandóan mozgásban van. Hol áll meg? Na, sehol. A tó túlsó oldalán van a háza, az utolsó. Na, ne nagyon idegesítse föl. Ezt mind meg akarja inni. Azért van. Hülyére iszom magam. Hogy elnézze magát, ahhoz már nem kell sok. Szem. Részegnek lenni, szabadulás az önkontrolltól. Szabaduljunk együtt. Addig ülök itt és iszom, amíg egy kövér lerobbant. Alkoholista vénspinnénel leszek. El sem mozdulok innen. Ezen a széken fogom leélni az egész életem. Jöjjön inkább, nézzük meg, hogy reszket a hold a tóvizére. Na, nem akarja látni? Más mutogatni valója nincs? Hopp, na látja? Tisztára, mint a hattyúk tava. Bombasztikus, mi? Ha? Fürdő? Kicsoda, én? Hát nem vagyok férfi, menj és ments meg! Ahova menjek, a tóba? Lehúzott itt a Titanic, nem ugorhatok alá, mi vagyok én, Rambo? Úristen, eltetted láb alól! Kicsoda, én? Ki játszotta itt a diszkoszvetőt, mi? Talán én? Mi? Ki kezdenünk onnan, talán még
nem késő. Csókolom, Piroska néni. A kínai esetben? Kínai? Hát benn van a tóba a kínai, mi? Én nem tudom. Nem tudja? Hát látta kijönni, vagy nem látta? Nem, nem tudom. Én nem tudok semmit. Nem, nem tudom se semmit. Hova? Maga innen nem megy sehova. Ne? Hol a faszban van a kínai? Nem tudom. Most addig fogunk itt állni, amíg ki nem jön egy kínai. Számít ez most? Nem a Jackie Chan, az biztos. Na de nem hagyhatjuk itt! Mégis mit gondol, vigyem haza, rakjam be a vitrínbe? De hát el kell vinnünk innen. Na jó van, akkor fogja meg az egyik végét. Magára bízom, melyiket! És mi van, ha meglátnak? Mi lenne? Kit érdekel? Láttak itt már kínai? Na vigyem egyedül, vagy megfogja maga is! Ki gondolná, hogy ilyen nehéz tud lenni, mikor ilyen kicsi? A halottak mindig elnehezülnek. Igen? Ezt még sose hallottam. Olyanok lesznek, mint a kő. Hát! Csak csont! Ezt hagyd abba, mert elhágyom magam. Hol fogod? Júj! Megvan? Meg! Fogd a lábát! Nem tudom! Fogjad! Ráli, lépj a krumplira! Hát, hogy? Nem lát! No! Hát ez nem igaz! Fogjad már! Olyan, mint egy álom, egy rémálom, annyira elegem van ma az egészből. Nem is tudom, minek cippelem. Fogd be a szádat és cipeld. Kíváncsi lennék, hogy mit csinálnám. Ledobnám a kis szádat és elhúznék a francba. Elvágnám a torkodat, úgyhogy nyíkani se lenne időd. Világos vagyok? Na. Akkor hozzad. Hova vigyem? Hova? Be hátra. Fogja normálisan. Fogom. És most mi lesz? Mi lenne? Eltüntetjük. De amíg el lesz itt a fürdőkádban, nem mászkáltok egész nap a kínai hullával a hátamon. Ha és itt talán a jó helyen van. Na jó, fogjad a gerebét, hozom az ásókat. Ásókat? Thank you.
Hú, az anyád. Állj! Tegye le azt a fegyvert! Látta ezt? Vagy ehhez hasonlott valakin? Az eltűnt kínaié. Ki tűnt el? A néhai kínai. Ha Béhel, hova tűnt? Itt még kérdezünk. Valószínűleg már halott. Micsoda? Tetszik magának, mi? Én nem látom semmiféle kínait. Szóval nem látott. Miért? Kellett volna látnom? Milyen nagy nyugalom van itt. Sehol senki, csak a nagy csönd és nyugalom. Tegnap teli hold volt, tudja? Itt aztán lehet relaxálni. Még Alfába is lemehet. Ott is maradhat, ha akar. Én nem megyek sehova. Maga nyesi a sövényt? Mi? Micsoda? Milyen sövényt? A sövényt, azt ott. Én nem nyesek semmiféle. Sövényt? Én füvet nyírni is utálok. Hol a felesége? Azt én is szeretném tudni. Ez a nyaraló van legközelebb a tóhoz. Ugye, Béla? Mi köze van ehhez a tónak? Mindennek mindenhez köze van. Na? Hogy tetszik itt mi nálunk? Még nem igazán élvezhettem ki. Pedig jó kis hely ez. Mikroklímás. Meg sem utcan a nap. Egyedülálló jelenség. Csak ugyan? Nem érzi a forróságot. Mi a jó Isten van? Pedig már maga is teljesen piros. Forró, mint egy vulkán. Szinte éget. Megperzsel a közelsége. Maga pedig innen nézve határozottan olyan, mint egy úttorlasz. Maga szereti a szenvedést, igaz? Ezt hogy érti? Szereti, ha fáj, ugye? De vigyázzon! A lelkiválság könnyen az őrület felé viheti az embert. Csak vigyázzon! Maga csak hagyja békén az én lelkiválságomat. Kezd szar lenni egy kicsit, ugye? Nem gondoltam volna, hogy ide akarod elásni. Elég morbid. Mi a morbid? Hogy egy halott kínai lesz a kertedben. Na is! Nem fogom kivenni és nézegetni. Fúj, de gusztustalan vagy. Ez elég hátborzongató. Ráadásul nem is logikus! Mi nem logikus? Hát, hogy kihúztuk és most meg elássuk, hát ezért húztuk ki. Mégis szerinted mit kellett volna vele csinálnom? Addig mászkálni, míg a hátamon elrohad, vagy mit? Vagy állítson be ide kerti törpének, jól mutatna itt a virágágyásba. Halott kínai, a kertbe, és? Kit érdekel? Előbb-utóbb valakit biztos. Fejezd be a hisztit, nem tudom, mit csinálok. Jó van, ordibálja már, mert zeng a fél utca. Hát aztán hadd zengjen, hát kit érdekel? Ha itt melózok reggeltől estig, halára melózom magam. Hát dolgozok itt, jó, hogy sérvet nem kapok. Észre kéne véne végre venni. Hát az, hogy így rendben vagyok, ez egy anatómiai csoda. Hihetetlen. Nagyon szép szeme van egyébként. Mit akar tőlem? Hiába sandít. Nehogy azt higgye, hogy innen elmehet. Mi az ördögöt csinál? Na ebből kever egy kis Houdinim. Megőrült! Szeretné azt hinni, igaz? Az őrület többségre tesz szert. Minden megváltozik. Hirtelen. Nagyon hirtelen, csak azt fogja látni, hogy minden eltűnt, amit eddig ismert.
Azt hiszem, magának iszonyatosan kificamodott a humorérzéke. Szépek a vonásai, mikor ilyen dühös. Elmebeteg, azonnal nyissa ki! Vagy csak ilyet? Nem a szarvaíró úr! Nagyon rossz viccei vannak, tudja? Azonnal engedjen el innen! Mint egy patkány az üres csapdában. Vagy egy kukac a horgon. Egy metszetnyi eleven szövet a mikroszkóp üveglapján. Jól esik magának engem basztatni? Jól. És ez csak egyre jobb lesz. Maga nem is nő! Miért maga férfi? Dögölj meg! Most el kell mennem valamiért. De ne izgulj. Visszajövök. És a játék folytatódik. Őrült jó móka lesz. Lássál gyorsabban, ez nem homokozó. Ne haragudj, nincs nagy rutinom a hantolásban. Ne cirkuszolj, hanem ássad ide! Csinálj itt a fesztivál! Húzod itt az időt, addig innen ellenmész, míg be nem passzoljuk ide a kínai. Én azt akarod, hogy téged rakjálak a gödörbe? Lás! Ez mi a franc? Ez mi? Kamarazene. Hát nem hiszek a fülemnek. Ha! Ezt a pofátlanságot! Egyen hülyét kapok itt helybe, komolyan mondom. Képesek az ember pofájába izélni, zenélni, nem dobnám ezt a szart! Belemélyülök valamibe! Itt mélyülök el, és nem tudok a izé miatt figyelni! Fejezzétek be az ember a saját hangját, ne bajja! Kuss! Nagyon felmegy ettől a pipám. Hát teljesen megy fel bennem az idegérzet. Hát ez hihetetlen. Mit csinálsz? Csönd legyen! Elmélyülök valamibe, és ide ízélnek a fülembe. Hát az én is. Ember vagyok valahol. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Menjünk neki. Még mindig szól. Ez egyszerűen döbbenetes. Kutya úristenek. Yeah.
felébredek, és kiderül, hogy ez az egész csak egy álom. Ha nem álom, akkor halucinálok, és semmi gond. Itt az evét. A barátod. Jó Isten, itt. Hát csak ez hiányzott. És virtuóz. Remélem jön utána az egész zenekar. Te a rádió gyerekkorusával nem vagy jóba véletlen? Te hogy kerül ez ide? Ezt tőlem kérdezed? Már rég haza kellett volna neki menni. Van lesz a madárkának, kicsit belekavar a játékotokba. Jó, hallgass. Ha, eltűnt. Ez aztán a Bermuda háromszög. Még ebből a lakásból mindig minden eltűnik. És mi lesz, ha ellopták? Ki lop manapság kínait? Na, de hát eltűnt. A zuhanyfüggönyöm. Az tűnt el. Jó, hogy csinálhatod, nem van? Semmi gond. Kurva élet. Hát, ide raktuk, és most nincs itt. Na, nekem nem hiányzik különösen. És mi lesz a gödörben? Na, hát ez a pek. Utálok hiába dolgozni. Bevetem ribizlivel. Bocsánat! Ne haragudjon már a zavarásért, de jó, hogy megtaláltam. Lucikám, te is itt vagy, szuper, Mázi, ne haragudjon már. Kicsit elaludtam a lépcsőn. Mindhárján nagyon örülünk. Kibökné már végre, hogy mit akar? Vagy csak szunyálni jár a lépcsőmre? Lerobbant a kocsim. Megpróbáltunk megszökni. Gyönyörű. De ez különleges, hogy így pont rálátni a tóra. Elképesztő. Olyan jól érzem, mint magam. Nem azért, itt lehet valamilyen különleges ilyen klíma. Mert én még nem szoktam így elszundikálni, de hát ez a tó. Hát, mit termesz, paradicsomot? Szokott befőzni? Mert annyi palánta van itt, hogy az őrület. Ja, Istenem. Olyan jól érzem magam, én már nagyon rég éreztem magam ilyen jól. És mi az a gödör? Lesz úszómedence is? Aha, igen, úszómedencét építek. Így lefelé lesz nagyon hosszú, majd úgy lehet úszni benne, így föntről le. Ja, Istenem, de jó. Ez az úszómedence, ez egy nagyon nagy ötlet. Az pedig különösen jó, hogy meg tudja csinálni saját kezvel. Tudja mi maga? Maga egy 20. századi polihisztor, ugye megcsinálja az autóm. Majd megcsinálom, amikor megcsinálom. Oda tegye le a segét és maradjon is ott. Jaj, annyira élvezem ezt a nyaralást és ez a kardvirág. Ne moccasz! Fogod a bőgődet, kisanyám! Megpróbálsz beleolvadni a bozodba, mint a kaméleon. Érted, vagyok? Mindenki, ahol van. Nyomozás!
Mi van? Nagyon rühellem, ha lába kél egy kínainak, tudja? Eltűnt, mint Petőfi a kukoricásban. Hú, de rossz lehet! Szóval fusizunk. Nagy briganti vagy te, kisapám. A kínaiak nem szoktak csak úgy elsikkadni. Úgy látszik, züllemek. Hát ez mi? Mit látnak? Na? Semmit. Hát ez az. És nem gondolják, hogy kéne? Nézzék meg alaposabban. Ez a móló. Ez a móló. Belátom, nem a legjobb felvétel. Nem, ez szerintem tökéletes. Ez a csücsket abszolút éles. És ez a kompozíció, hogy itt ez a kis ilyen non-figuratív, ilyen sámli vagy mit tudom, ez nagyon jó. Nekem tudja, mindig operatőr szerettem volna lenni, és itt ez pont. Na, elég a simliskedésből, gyerekek. Benne vagytok a slamasztikában, nyakig. Béla, megyünk. Pardon, szabadna egy csoport képet? Tudják, a feleségemnek ez a kedvence. Köszönöm. Hát, milyen kalandos itt most, nem, jó, leülök csak, hogy élvezem, hogy itt így, tehát, hogy ilyen, mit tudom, események vannak, meg ilyen nyomozás, ez, segítsünk ásni, vagy, jó, hát minden, én különben szeretek itt ücsörögni, így a fűbe, meg minden. Szép, különben a kardvirágot akartam mondani, hogy az nagyon szép. Fogd már be a pofádat! Nagyon tetszik, amikor így vicceskedik, mert valami ez olyan, én így meg nem szoktak velem beszélni, de látom különben, hogy vicc az egész, mert... De milyen... Most őszintén, hol van a kínai? Milyen kínait keresnek? Na, mire jutott Béla? Nem tudom. Törje a fejét. Mi a legkézenfekvőbb? Maga volt az. Hülye. Bocsánat, bocsánat, teljesen összezavarodtam. Levonok magamtól 10 pontot, önkéntes alapon. Az egész 10-es számrendszert levonhatja. Jó, de akkor hogy történt? Hogy történt volna? Az író megölte a kínait. Az író? Megölte és punktum. És ez igaz? Maga nagyon szűk látókörű, Béla. Még tanulnia kell. Az igazság az, amit annak hiszünk. Ezt jól jegyezze meg, Béla. Mi vagyunk a többség. Sínen vagyunk. Az ügy mindenkit érint. Ha kell, mindenkit tanúskodásra szólítok fel. Mindenkit? Látta valaki, hogy nem ölte meg a kínait? A lényeg a logika, Béla. A logika. Logika. Várjál már meg, hát hova rohansz? Mi a francnak rohanunk ennyire? Most mondd már meg, miért kell pont akkor elrohanni, amikor legjobban érzem magam? Én bírom az ilyen vicces fazonokat. Simonnak sose volt humorérzéke. Az egy pszichopata.
mondjuk az egy kicsit túlzás. A szerelő nem komplett. Egyébként úgy szerelő az, ahogy te vagy én. Nem csoda, hogy tropára ment a kocsit. Őrült a fickó, nem vetted észre? Ez nem préfál. Az a fajta. Az első adandó alkalommal tacsra tesz. Előbb a kocsidat, aztán téged. Tényleg? A szólt biztos jobb. A hanyat homlok pucolunk innen, amíg nem késő. Zavarodott ez az egész környék. Mit csináljunk a kocsival? Ha kell, a két kezemmel rakom össze. Összepattítom, mint a legót. Te tudsz kocsit szerelni? Én mindent. Na jó. Ez nem jött be. Holnap visszamegyünk a nyaralóba, felszedjük Simont, és valahogy mind a hárman hazamegyünk. Részemről vége a falusi turizmusnak. Azt hiszem, egész ilyen sétálni fogok. Az jó lesz. Még sose sétáltam éjjel az erdőbe. Itt biztos vannak baglyok, meg ilyen Szent János bogár. Tudod, az a világítós bigyó. Na, én hazamegyek, mielőtt valaki hazavág. Ez fix. Merítsünk erőt a természetből. Merítsél. Azt hiszem, olyan tiszta az ég, hogy már éjjel látni fogjuk a nagy göncölt, vagy a kis medvét. Hallottad, hogy júliusban a tejút szinte szétfolyik az egész égbolton. Láttam a hulló csillagot? Uh-huh. Hidd el, hogy ma éjjel olyan tiszta az idő, hogyha eddig nem láttam, a biztos fogsz látni. Jaj, olyan kellemes, hűvös itt az idő. Érzem, csak úgy futkos a hideg a hátamon. Föl lett tisztára, mint a lift. Pedig ez egy alapvetően délies jellegű vidék. Na gyere, ragadjuk meg az alkalmat. Itt nincs mit megragadni, Edith. Na jó, de hát... Fejezve meg, komolyan mondom, leütlek. Lehet, hogy nem a legjobb pillanat, de azt hiszem, ennél már csak rosszabb lesz. Jó, hát, hogyha nem akarod a kismedvét... De engem baromire nem érdekel a kismedve, érted? Sem a tejút nem érdekel. Én nem medvét nézni jöttem ide, én töpök a kék túrára. Már régen akartam mondani, csak mellette nem lehet szóhoz jutni. Én Simon miatt jöttem ide. Érted? Érted? Viszonyom van a férjeddel. Leesett végre a tantusz? És azt észrevetted, hogy nem lehet vele semmiről beszélgetni? Csak mi a másnapi ebéd? Meg, hogy mit vegyünk fel az opera bárba? Te hiszem el. Jó. Jót te győztél. Jó. Nekem még ennyit se sikerült. Na, hát ez 20 év kemény munkája. Az egér először alszik el. Az hiszi, hogy most fenn van a csúcson, nem a csúcson, mert a csúcson is jó van. Ja, ember a holdon. Egér a marsom. Totális csőd, és közben folyamatosan csúszik, zuhan lefele. Egy lyuk a zuhanó bombázó. És közben egyre hízik. Ja, most tényleg nagyon kövér. Ja. Kövér. Na, van az a kis medve.
nem vagy itt? Jó napot! Hoztam egy kis barackos pitét. Nem zavarok? Á, dehogy. Relaxálok. Nincs magánál véletlenül egy láncfűrész, esetleg egy hegesztőpiszta is megteszi. Én csak egy kis pitét hoztam. Ismerem ezt a típust. Nem tud vele valamit kezdeni? Ez semmit. Férjem is szereti. Ő az ágynál szokta. Bocsánat, megnézném ezt az oldalát is. Nem látta véletlenül a férjem? Nekem fogalmam sincs ki a maga férje. Jaj. Bocsánat, azt hiszem, hogy egy kicsit beszorultam. Megpróbáljuk ki itt a mesokon. Talán a frigidert, ha... Jaj, ne haragudj, nem tudok felállni. És akkor könnyebben tudom. Most beljek talán, ha csúsztál egy kicsit. Szóval játszadoztok mi? Kellett ez most? Bassza meg. Kölcsönadom a gödrömet. Kurva életbe. Jó, hogy kiástuk. A hetedik érzék, ugye? Bassza meg. Kurva életbe. Bassza meg. Kurva élet.
picsába. Pitet? Na, bocs, de nincs étvágyam. Kis sört? Jöhet. Nyitó? Ide adna a virágomat? Tényleg lelőtte? Ja. Jó napot! Hát magával meg mi a fene van? Érzelmi vihar. Pont most. Szégyelhetnétek magatokat. Már se tudtak mindannyian, mint félre kefélni, lődözni, meg vedelni. Nem jön be, adok egy teját? Á, nem. Még sétálok egy kicsit. Jó. Férfiak. Férfiak. Lődöznek, vedelnek. Férfiak. A jó dolgokat. Hagyja. Tudod, néha nekem is van pánikrohamom. Akkor egészen furcsa leszek. Komolyan? Ha? Mindig lefolytom. Lefolytom a szorongásomat. Az nagyon ártalmas. Csak felspanolom magam, és kész. Egészen felspanolom. Van még? Én azt hiszem, szembe kell néznem a valósággal. Szerintem ezzel várjunk holnapig. Mit féltek én még? A szoros kis gondozott életemet? Az egészet. Ami minden tökéletesen értelmetlen, minden egy sivár, merő sivárság, mint egy sivatag. Majdnem minden ember totálisan idióta vagy hazudik. Mint a veszett fele, minden évszak totálisan kiszámíthatatlan, és közben mégis baromira egyforma, minden helyzet szalonképes, és iszonyatosan irtóztató a veszélytelen. Mit féltek én még?
Mit csinált? Megőrült? Francokat. Azt hiszi maga akkor hal meg itt, amikor akar? Mi? Azt hiszi? Ha mi ez? Itt mindenki vérzik. Buzgolkodunk. Ha mit csináltál, buzgó mókus? Fax nézik a faszit. Mi van maga része? Dehogy nem. Dehogy nem. Szegény ürge megérdemel egy kis pátyolgatást most, hogy a szeretője meg a felesége is elhagyta. Hol a felesége? Ez most egyáltalán nem fontos. Hallottam a hangját a kertben, hallottam. De hiszen nincs itt senki. Senki. Ez nincs itt. Eltűnt. Eltűnt. A Simon. Nincs nekünk akkora szerencsék. Lehet, hogy csak elment valahova. Barátkozik a természettel. Te. Hát lehet, hogy egyszerűen hazament. Haza? Haza. Hát hogyan? Egyedül? Egyedül nem tud egy lépésre tenni. Lehet, hogy megtátosodott. Miért ez a vidéki nevegő? Ez csodákra képes. Lehet, hogy lumpol valahol. Kicsoda? Hát ez Simon. Itt? Itt. De hát azt azért megnézném. Hát az lenne a hét meglepetése. Na jó, én már többszörösen is meg vagyok lepődve. Én már más se csinálok, csak meglepődöm. Én már sportot űzök ebből. Na, hát miért nem beszélsz? Mondjál valamit. Kérem a virágomat. Szeretem hallani, amikor beszélsz. Szeretem a hangodat, a lélegzésedet. Meg akar ölni? Én szeretem a kihívásokat. Te kis plüssnyuszi. Haza akarok menni. Tudod, mikor a szellem föladja, szinte hallom a recsenést. Mint amikor a csont törik. Maga nem is nyomozó, ugye? Most már hamar jön az este. De addig van egy kis meglepetésem. Majd szólok, ha bejöhetsz. Jó kis fiú. We'll be right back.
akarok innen menni. Menjünk innen haza. Nem lehet? Úgy sem mehetünk el, amit tart a nyomozás. Milyen nyomozás? Nincs egy féle nyomozás, ezek nem is nyomozók. Ha már, megkérdezem, mikor megy a következő busz. Elnézést! Mikor megy innen a következő busz? 2 hét múlva. Szerdán. Én nem lehet elmenni. De nem is jön busz. Meg vagyok nyugodva. Kész. Itt fogok maradni. Nem, hát mire nem lehet elmenni. Ennyi. Sose fogok én elmenni. Soha. Ez a végállomás. Na, vedd fel szépen a cuccaidat, aztán menj innen a francba, jó? Nem való vagy te ide. Zavarod a képet. Belerondítasz a kilátásba. Maga tilosban parkoltam, úgy azt tudja? Mi? Mit csinálok én? Én nem parkolok sehol. Úgy nézek én ki, mint aki parkol? Egyáltalán hol a kocsim? Hm? Mit csináltak a kocsimmal? Hülye kérdés, -3 pont. Maguk elmebetegek mind. Eszelősök. Egy eszement dilinyós csapat. Mit csapat? Horda. Kik maguk egyáltalán? Na jó, megyek haza. Mit keresek én itt? Mit csináltak a kocsimmal? Hm? És egyáltalán hol a kocsim? Hol van az autóm? Szarám a könyv. Ha? Hol van az autóm? Szar a könyved. Hol az autóm? Szar a könyved. Hol van az autóm? Hol az autóm? Hol a francba vagyok? Hol a francba vagyok? Hol a francba vagyok? És a könyve is szar. Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. Úristen, le ne essél, hop. Lát, te megmaradtál nekem. Pálma, kis pálmácska. Más aztán, se feleség, se szerető. Legalább szült volna valamelyik egy gyereket. Hogy maradt nekem? Hol voltam? Hova megyek? Megyek. Arra. Most álljak meg. Menjek. Berúgtam. Na, gyerünk, Simon. Mi volt ez? Egér? Megint egy egér? Az egér másodszor. Már másodszor is. Másodszor is az egér. Ne cirógass. Nem jön senki. Miért
is gondoltam, hogy utána... Mi volt ez? Nem értem. Nem értem. Hova megyek egyáltalán? Get the moment.